Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Bonyhádi naplóban. Bonyhádra érkezett a 30 éve szabadon kiállítás. A tűzoltók ünnepeltek Flórián napján. Bonyhád adott otthont a Völgységi Kistérség versmondó versenyének. Bonyhádra érkezett a Magyar Honvédség toborzó futása. Összefogásnak köszönhetően szépül Bonyhád belvárosa. A 30 éves szabadon című országjáró vándorkiállítás soron következő állomása a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ volt. A Terrorháza Múzeum gondozásában szerveződött tárlat a kommunizmus bukására és a kelet-európai nemzetek 30 évvel ezelőtti antikommunista forradalmára emlékeztette a látogatókat. A külföldet is megjárt képkiállítást hatalmas érdeklődés övezte. Én ahhoz a generációhoz tartozok, akinek aktív élménye szintén nincs a rendszerváltoztatás tekintetében. Papíron van még ugyan róla, hogy van némi közöm az előző rendszerhez, mert 89. szeptemberében születtem, tehát a születési anyakönyvben még ott van a Kádár címer, de ennél többről már én sem tudok beszámolni. Balogh Gábor, a Terrorháza Múzeum történésze nyitotta meg a tárlatot. Elmondta, hogy a diktatúra történetén kívül bemutatásra kerültek azon antikommunista forradalmak, melyeknek célja a szovjet uralom megszüntetése volt Európa országaiban. A 30 éve szabadon című kiállítás eredetie 2019. június 16-án nyílt meg a Terrorháza Múzeum előtt az Andrássy úti sétányon, az apropója pedig Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének a 30. évfordulója volt. Egyben ez a nap volt 2019-ben a 30 éve szabadon című emlékév megemlékezés sorozatának a kezdete, a nyitánya is. Az a kiállítás, amelyet ma elhoztunk ide Bonyhádra, most már a nagyon sokadik állomásán van itt a Tolna megyei városban, hiszen az első szakaszban, ha fogalmazhatok, így bejártuk Magyarország megyei jogú városait, megyeszékhelyeit, jártunk a kiállítással Brüsszelben, Varsóban, jó néhány európai nagyvárosban, felkerestük a határon túli magyar településeket, például Kolozsvárot, vagy éppen Komáromban is jártunk vele, és most döntöttünk úgy, hogy nem csak ezeken a nagyobb településeken, hanem hazánk, tehát mindenek előtt Magyarország közepes, illetve kisebb városaiba is eljuttatjuk ezt a kiállítást. Abban a történelmi eseményben, amelyet mi rendszerváltoztatásnak nevezünk, Magyarország és a térség többi országa is visszaszerezte a szabadságát és a függetlenségét. Természetesen ezt a történetet is el kellett kezdeni, valahonnan nem lehetett belecsapni a közepébe, és mivel elsősorban a fiatalokat is szeretnénk megszólítani, azért természetesen elmondtuk, elmeséltük azt a történetet, hogy honnan indult Magyarország, honnan indultak a térség országai, és hogyan jutottak el 1989-90-ig. Ez a történet tehát tulajdonképpen, hogy a tablókon is láthatjuk, a II. Világháború utolsó két esztendőjével 1944-45-tel ér véget, ekkor Magyarország és a térség országai szovjet megszállás alá kerülnek, és bár sokan azt hiszik, hogy ez a megszállás csak ideiglenes jellegű lesz, de végül is, hát mi már tudjuk nagyon jól, ha más nem a történelem könyvekből, hogy több mint 45 évig tartott. Magyarországról az utolsó szovjet katona 1991 nyarán távozott el. Hiába a megszállás, hiába a terror, a térségben élő emberek nem felejtették el a szabadság ízét, sőt, továbbadták ezt az utódjaiknak, tehát mindig volt, aki továbbitta a stafétát. Ennek köszönhető az, hogy 1988-89-ben, amikor megteremtődtek a szabadság és a függetlenség lehetőségei itt Közép-Európában is, voltak olyanok, akik hajlandóak voltak ezért tenni. Nagyon sokan voltak olyanok, több százezer, akik utcára vonultak ennek érdekében, és így végül is sikerült egy, hogy úgy mondjam, közös sikergyanánt kivívni ezt a szabadságot és függetlenséget. A kiállítás második nagy egysége tulajdonképpen ezt a néhány éves terminust mutatja be, az utolsó rész pedig azokat az eredményeket részletezi, amelyeket azóta elértünk. Itt kettőt emeltünk ki, egyrészt az 1999-es NATO csatlakozásunkat, másrészt pedig a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásunkat. Tömören, röviden ez az az ív, amelyet felölel a kiállítás.
Hozzátette, a látogatók a kiállítás egységességét szeretik a legjobban, mely átfogó képet ad a rendszerváltás időszakáról, ezáltal az idősebb korosztály saját életével és tapasztalataival vetheti össze a látottakat, a fiatalabbak számára pedig betekintést nyújthat egy olyan korba, ami csak pár oldalon jelenik meg a történelemkönyvekben, vagy az otthoni elbeszélések alapján ismerhet meg. Fiataloknak nyilvánvalóan ezek a tablók valószínűleg sok újat mondanak, hiszen a rendszerváltoztatás története az ma már csak néhány oldal a történelemkönyvekből, és akkor lehet, hogy sokat mondtam, lehet, hogy csak néhány bekezdés. Úgyhogy számukra én úgy gondolom, hogy tud ez újat mondani, nem csak a kiállítás, de a megnyitón elhangzó gondolatok és maga a műsor is, amely utána következik. Ugyanakkor azok számára, akik megélték ezeket az eseményeket, hát akár a nosztalgia faktort is kielégítheti, ha szabad így fogalmaznom, de egyébként én úgy gondolom, hogy mindenki számára tud új információt kapni, aki nyitott elmével áll neki ennek a kiállításnak. Az, hogy majd mi lesz, lent párás háztetők. A történelmi előadás után egy zenés, irodalmi esten vehettek részt a nézők, melyben versbetétekkel színesített zenei elemek hangzottak el, amik a korszak hangulatát idézték. Bonyhádon tartotta a megyei Szent Flórián napi ünnepségét a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nap folyamán számos megyei önkéntes, létesítmény és hivatásos tűzoltó vehette át kitüntetését és jutalmát. Most bekapcsoltam a szirénáját. Balázs Gábor a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója hangsúlyozta, hogy minden évben valami évfordulóhoz, jeles eseményhez kötik a Flórián napi ünnepség helyszínválasztását. Idén a megyében nem volt ilyen, de okkal adott bonyhátteret az eseménynek. Az ország több mint 650 tűzoltó, önkéntes tűzoltó egyesülete közül 2021 évben a legjobb eredményt elérő önkéntes tűzoltó egyesület, így az év tűzoltó egyesülete a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület lett. A legfontosabb az, hogy rendelkezzen egy jó nagy múlttal, ez Bonyhádon már megvan. Aztán a következő, ami nagyon fontos, hogy rendelkezzen olyan személyi állománnyal, akik önkéntes alapon többet szeretnének tenni a településekért, ez egy hozzáadott érték természetesen, és megfelelő szakmai kritériumokkal kell rendelkezni, vonulásra képes bevizsgált és műszaki vizsgázott gépjárműfecskendővel, és olyan szakállománnyal, akik vállalják azt, hogy közreműködő tűzoltó egyesületként a hivatásos egységekkel együtt működve végzik a lakosság mentését és az anyagi javak megóvását. A Bonyhádi Szent Flórián napi ünnepbe bevonták a lakosságot is. Számos olyan program volt a nap folyamán, ahol a hivatással, a katasztrófavédelmi igazgatóság által helyszerekkel, eszközökkel lehetett ismerkedni. Úgy kezdődött a ma reggel is, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi múzeuma, a Bonyhádi Völgységi Múzeum és a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodásával újra avattuk gyakorlatilag a Bonyhádi Tűzoltó Múzeumot, amely Magyarországon a harmadik olyan tűzoltó múzeum, amely valóban olyan értéket képvisel, olyan értéket hordoz, amely példanélküli, egyedülálló, és ennek az állagának a megóvása, a gyűjteményi értékek gondozása, ez egy olyan közös feladat, amelyre a város lakossága is kíváncsi volt. Természetesen értékelnünk kell azokat, akik valamivel mást, valamivel többet tesznek a társaiknál, és olyan hozzáállást tanúsítanak, amely figyelemre méltó. Nagyon sok, több mint 30 kitüntetés és díj kerül átadásra, amelyet vagy a Hivatásos Katasztrófavédelmi Szerv, vagy pedig a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség fog átadni. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Folkmar Norbert a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség dísztárgyutalmát vehette át a 30 éves szolgálati viszonyának elismeréseként. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület most már közel 30 éve működik a várossal karöltve. Én viszonylag öregnek számítok benne, ugyanúgy 30 éve vagyok, most én vagyok a parancsnok. A tagokról annyit tudunk mondani, hogy körülbelül
olyan 30-32 fővel rendelkezik most az Egyesület, ebből olyan 10-12, aki állandó vonulós, és tudunk rájuk számítani. Minden időszakban másképp megyünk. Éves szinti adatot tudok mondani, ami úgy néz ki, hogy tavalyi évben 80 esetnél tudtunk segíteni a hivatásos tűzoltóknak. Viszonylag fiatal csapatunk van, de nagyon nehéz találni most új embereket, meg új arcokat. Sok szeretettel várnánk a jelentkezőket, csak sajnos most nincsenek. 2021-ben országos elismerésben részesült a Bonyhádi Tűzoltó Egyesület. A tavalyi évben sikerült elnyerni az országba a önkéntes tűzoltó egyesületek közül az első helyezést. Ez körülbelül olyan 4-500 egyesületből úgy gondolták, hogy mi leszünk a legjobbak. Valószínű ez rászolgált arra, hogy vagy azzal, hogy mi ilyen sokat vonultunk. És valóban az 1990-ben újra szervezett Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a legtöbbször vonuló, legtöbbször beavatkozó egyesületek egyike. Belvíz, szélvihar okozta károk miatt az ország számos területén teljesítettek már szolgálatot. A bonyhádiak büszkék arra, hogy az elmúlt évben az önkéntesek megszerezték az év tűzoltó egyesülete címet. A tűzoltók Védőszentjének napi alkalmával rendezett ünnepi állománygyűlésen Filóné Ferenc Ibolya bonyhádváros polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében kiemelte, hogy Bonyhád településnek történetében a tűzoltás, a tűz elleni védekezés szervezet formája több mint 140 éve van jelen. Ahogy fogalmazott, a cél közös, mind a katasztrófavédelem, mind az önkormányzat részéről. De nem csak a múltra lehetünk büszkék, hanem a jelenre is, hiszen a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt évben az év tűzoltó egyesülete címet nyerte el, amelyhez ezúttal is szívből gratulálok, és csak azt mondhatom polgármesterként, önkormányzat vezetőjeként, hogy a Bonyhádi Városi Önkormányzat jövőben is teljes szívvel támogatja az egyesület tevékenységét, hiszen közös a célunk, a város lakóinak védelme, és ez egy olyan közös cél, amiért érdemes együttműködnünk. Az elmúlt időszakban nyújtott kimagasló sportteljesítményért igazgatói dicséretben és elismerésben részesítették Lézli Tamás tűzoltó főtörzsörmestert, a Bonyhádi Katasztrófa Védelmi Őrs beosztott tűzoltóját. A Tolna megyei Tűzoltószövetség dísztárgyutalmát vehette át Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád város polgármestere, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Miklós Roland, Folkman Norbert, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka és az Egyesület kék gépkocsi vezetője Sárkány Szabolcs, Kolonik Hangya Péter. Emellett a Tolna megyei Tűzoltószövetség díszserlege is a bonyhádi önkénteseket illette. A Völcségi Kistérség hagyományosnak nevezhető versmondó versenyén vehettek részt a környező települések általános iskolás diákjai a Bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárban. A döntő előtt minden diáknak egy előselejtezőn kellett részt venni a saját általános iskolájában, és az így tovább jutott versenyzők lehetőséget kaptak, hogy a szakértő zsűri előtt adjanak számot tudásukról. A többi fakocka fejhez se agyon sem viszonyul. Eladdig, hogy a fatanál elfakulva kifakad. Hű, favilla, fakarika, kifakanál, kifakad. Azt a fancsali fajzatát? Na majd megraklak, ne félj, fakupa lesz belőletek, vagy fakutya, sőt, fahéj. Öt településről közel 30 diák érkezett a versmondó versenyre. A gyerekek 4 korcsoportban mérhették össze tudásukat, a legjobbakat oklevéllel jutalmazták. Knipül Zoé elárulta, hogy kicsit ugyan izgult, de megpróbálta a legjobbját nyújtani. Sokat készültem, mert még az előző fordulóban is sokat kellett, de egyszerű volt így már, hogy ez a második forduló volt, és én szerintem jól sikerült, ezt nem tudom, hogy a zsűrik hogy döntenek nagy részben. Lőcsei Máté elmondta, a sok gyakorlásnak köszönhetően egyre magabiztosabbá válhat az ember. A Famese című verset mondtam el, és hát nagyon sokat készültem rá, mert hát otthon gyakoroltunk az anyámmal. Bakó Levente szerint érdemes olyan verset választani, aminek a témája amúgy is érdekli az embert. Géci Szilviától az Én nem vagyok verset mondtam. Hát a készülés, hát én nagyon jól tudom ezt a mesét. Ha álmomból felkeltem, akkor is el tudom mondani, szóval nagyon sokat készülnem nem kellett. Márton Antal, a zsűri elnöke úgy fogalmazott, nagy örömmel tölti el, hogy ennyi lelkes diák fordított időt és energiát arra, hogy verseket tanuljon. Legkisebbektől a legnagyobbakig, ugye az általános iskolából
jelen voltak, tehát 4 korcsoport, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadikban. Egy élmény volt ezt végighallgatni, mert én mindig azt mondom, hogyha valaki elkezdi ezt kisgyerekként, akkor az meghozza a gyümölcsét, és ezt láttuk a nyolcadikosoknál, hogy meghozta a gyümölcsöt. Tehát a negyedik korosztályban, tehát ott már olyan élethű előadásokat láttunk, hogy a piros kalapot az ember csak úgy követte már, hogy hova is kerül ez a piros kalap, úgyhogy tényleg megérintette az embert, élményt adott. Tulajdonképpen ugye itt már mindenki egy ötös szintet elért, úgymond, tehát 5 és 10 között figyeljünk oda arra, hogy milyen a kiállás, milyen a hanghordozás, a beszédtisztaság. Bizony voltak hiányosságok, tehát én néhányat föl is írtam, amikor az embernek oda kell figyelni, hogy mit is mondanak, mert sokszor egybefüggően mondják a szavakat egymás mellé, és nem tudja az ember, hogy mi is akar az lenni. Tehát ez a mai gyors, felgyorsult világunknak szerintem érezhető jele, hogy egybe jön a szöveg. Steiner Krisztián, a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola igazgatója elmondta, az általános iskolás diákok fejlődésében fontos szerepe van a versek tanulásának. Egy hagyományos rendezvényen vagyunk, ez a Völgységi Kistérségnek a versmondó versenye. De azért mondom kicsit idézőjelben, hogy hagyományos, mert sajnos az elmúlt esztendőkben elmaradt a rendezvény a pandémia, a járványveszély miatt, így jó volt újra találkozni a versenyzőkkel, a kollégákkal, hiszen én azt gondolom, hogy ezek a közösségi élmények teszik szebbé az iskolai életet, úgyhogy örültünk, hogy közel 30 versenyző érkezett hozzánk. El tudom mondani, hogy a Bonyhádi Általános Iskola diákjai mellett 4 településről is érkeztek jól felkészült versenyzők, akik itt megmutatták a tudásukat. Alapvetően minden iskolában egy ilyen előselejtező előzte meg a kiválasztást, és mondhatom, hogy a legjobbak jutottak el ide. A verseny szakértő zsűri előtt zajlik, nyugdíjas pedagógusok, illetve jelenleg is aktív pedagógusok, valamint a könyvtár igazgatója, a zsűri 3 tagja, és ők fogják értékelni a gyerekeket. Próbálunk mindenkit emléklappal díjazni, ezen kívül természetesen oklevelet kapnak, és ilyen kis ajándékkal gazdagodnak, akik úgy szerepeltek. A versmondó versenyeken való részvétel nem csak a tanulás szempontjából hasznos, de a közönség elé kiállva a gyerekek fejleszthetik a szereplőkészségüket is. Bonyhádra is megérkezett a Magyar Honvédség toborzó futása. Az országjáró katonai váltófutást május 6 és május 21 között rendezik meg. A kéthetes programsorozat összesen 219 települést érint, amelynek során bárki csatlakozhat a katonákhoz. Elindult a Magyar Honvédség idei toborzó emlékfutása. Az egész országon átívelő rendezvény célja a katonai hivatás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, illetve az, hogy megemlékezzenek a hősökről. A program Budapestről indult, és ugyanoda is fognak visszaérkezni a katonák. Azért toborzó emlékfutás, mivel toborzás katonák futjuk, csak szerződéses, hivatásos, önkéntes, tartalékos katonák, illetve azért emlékfutás, mert az Adrianus Alapítvánnyal együtt szerveztük, és ehhez különböző kulturális rendezvényeket társítottunk. Ilyen lesz például Aranyosapátiban a katona olimpikonok baráti körének az elhunyt katonai olimpikonok emlékére kopjafát fogunk avatni. Május 6-án indultunk a Magyar Sportnapja alkalmából, és május 20-án a Honvédelem Napja alkalmából fogjuk befejezni a futást. A résztvevők váltófutásban teljesítik a távot. Tegnap volt a leghosszabb napunk, az 180 km volt, 10 km-enként váltottuk, természetesen frissítjük a futókat, így folyamatosan bírjuk a futást. 2 hét, 20 katona, 219 település és 1830 km. A több mint 200 helyszín között volt Bonyhád város is. Toborzó emlékfutás 2022 végre elérkezett Bonyhádra, mintegy 10 perccel ezelőtt ide is értek, és már tovább is száguldottak, és ilyenkor szokás, hogy minden város a vezető vagy a polgármester, alpolgármester egy emlékszalagot köt rá a stafétabotjukra. Hát ez történt nálunk is. Bízom benne, hogy ők is sok sikerrel fognak eljárni.
Valószínű, hogy a mi futóink, a kis diákok hozzájuk csatlakoztak, és most a várostábláig elkísérik őket. Ugyanezt történik szinte minden településén. Nálunk hosszas a program nem lehetett, hiszen ilyen késő időpontban nem lehet megszervezni, de nagyon örülünk neki, hogy ennek a 219 településnek mi is a részese lettünk. Az alpolgármester hozzátette, hogy a katonai toborzáson és az egészségmegőrzésen kívül a történelmi hagyományokra való emlékezés is fontos szerepe a rendezvénynek. Egy több mint 8 millió forint értékű nyertes pályázatnak köszönhetően Bonyhád önkormányzata és a Kolónia Alapítvány közös városszépítő programba kezdett. A két éves ütemterv első szakaszában már virágpalánták kerültek a polgármesteri hivatal előtti tartóba, illetve a körforgalomban található ágyásba. A magyar kormány által biztosított városi civil alappályázaton sikeresen szerepelt a Bonyhádi Kolónia Alapítvány, így 8.144.500 forint összegű támogatáshoz jutott, melyet részben a kulturális és szabadidős tevékenységek finanszírozására fordít. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere arról mesélt, hogy az önkormányzat és a Kolónia Alapítvány közös célja a közterületek, parkok zöldebbé varázsolása. A Kolónia Alapítványnak a programján veszünk most részt, és azért tartom nagyon fontosnak, hogy ez a mai program is, és sok minden más, ami már megelőzte a mait, megtörtént a városba, mert ez az alapítvány egy picit új életre kelt, hiszen új kuratóriumja van, új elnökasszonya van, és azzal együtt, hogy olyan ötletekkel és javaslatokkal állnak elő, ami a város vezetésével is találkozik a gondolatunk, ezért könnyű így együtt dolgozni, és ez nagyon fontos, hiszen az alapítvány céljai, azok megegyeznek az önkormányzat céljaival. Ha csak néhányat említek és emelek ki ebből, akkor mondhatom az alapítókörben szerepeltek szerint, hogy a közterületeknek a parkosítása, a virágosítás fontos szempont az alapítvány életében, és egy ilyennek lehetünk most is szemtanúi. Egy sikeres nyertes pályázatnak köszönhetően, amit az alapítvány mint civil szervezet tudott benyújtani, és ez is nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak a mozgástere sokszor egészen más, mint a civil szervezeteknek. Ezért fontos számunkra, hogy van olyan civil szervezete a városnak, amely velünk együtt dolgozva, együtt gondolkodva olyan pályázatokon is részt tud venni, amin maga az önkormányzat nem. Hozzátette, vannak olyan pályázatok, melyekre csak civil szervezetek jelentkezhetnek, ezért is bír fontos jelentőséggel az együttműködés. A mostani pályázatnak a keretén belül két évben gondolkodtunk, az idei, illetve a jövő esztendőben 500 000 forint keret fordítódik arra, hogy virágpalántákat tudunk ebből a nyertes pályázatból vásárolni, a Kolónia Alapítványnak köszönhetően, illetve maga a virágállvány is, amiben most ültettük a virágokat, az is ebből a forrásból valósulhatott meg. Szintén ennek a pályázatnak köszönhető, hogy a körforgalomban is egy gyönyörű virágágyás készült el, illetve még folyamatban van, és a körforgalmat körülvevő lámpaoszlopokon is muskártik lesznek elhelyezve a napokban, úgyhogy bízom benne, hogy a városlakók is ugyanolyan örömmel fogadják ezt a újabb szépítési, újabb virágosítási foltok, színes foltokat a városban, mint ahogy az eddigiekben is tették. Lőrincné Dávid Mária, a kuratórium elnöke úgy fogalmazott. A Kolónia Alapítvány működése teljes mértékben arra szolgál, hogy a Bonyhádon lakók számára minden szempontból élhető várost biztosítson. Mindenfajta pályázatot megpróbálunk megcélozni, így az idén is eredménnyel jártunk a WCO pályázatban. Így sikerült, ami a civil alapot jelenti, 8.144.500 forintot sikeresen megpályázni. Ezen kívül folytatnánk a virágos Bonyhádért kiírást, ami azt jelenti, hogy a lakosságot bevonva pályázhatnak családi házak, társasházak, vállalkozások, intézmények. Erre is szeretnénk ebből a pénzből egy keveset fordítani. Az alapítvány a diákok fejlődését is hivatott támogatni. Folytatnánk a tanulmányi ösztöndíj pályázatunkat, ami ugye a középiskolások, Bonyhádi lakóhelyen rendelkező középiskolások részére kerül kiírásra, megfelelő tanulmányi 4,8-es átlaggal, jó közösségi munkával. Ez is sikeres volt, szeretnénk folytatni. A Kolónia Alapítvány munkáját a lakosok adójuk 1%-ának felajánlásával is támogathatják, melyből minden forintot a város szépítésére költ a szervezet. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!